Szóval én most jöttem rá, hogy a banánt nem itt kell kinyitni, hanem itt. Mert te végig így nyitottad. Én kicsi korom óta így nyitom ki a banánt. Én mindig itt. Más de itt hogy? Hát... itt sokkal könnyebb. Látod? Nem is igaz. Mert a másik oldalán csak letöröd és lehúzod. Letöröd és lehúzod. Szegény fiúk! Nancs vagyok, és itt van velem Anett. Sziasztok! És ez itt egy újabb kérdezfelelek videó. Rengeteg kérdést kaptunk, több ezret, és ha bármit hallottok a háttérbe, az édesanyám éppen főz nekünk kajcit, hogy túléljük, és tovább videózhassunk életünk során. Igen. Kurcok. Hogy kurcok! Na, haladjunk. Első. Belegondoltatok már abban, mi lett volna, ha valamelyik őtök aznap nem megy fel arra a bizonyos szerverre, vagy később esetleg korábban, vagy Anett nem vesz észre hol a fiókját. Mi lenne másképp, ha nem találkoztatok volna? Valószínű, akkor nem ismernénk egymást, és fogalmunk sincs, mi lett volna, nem? Hát nem tudnám elképzelni úgy az életemet, nem ülnénk itt. Lehet, hogy otthon ez a... Mit kezdjek magammal? Szerintem a sors akarta így, hogy megismerjük egymást úgy, hogy... Sziasztok! Olyanra van esély, hogy bárki is megismerjen titeket a nézőitek közül? Vagy csak akikkel személyesen is találkoztok, úgymond civilben, nem egy rendezvényen? Ha esetleg kapok rá választ, köszönöm. Hát, nem tudom. Nem igazán szokott lenni ilyen, mert megvan mind a kettőnknek az alapbaráti kisköre, és egyáltalán nem szokott az lenni, hogy így a nézőkkel így öribarik leszünk. Bocsi. Sziasztok! Anett elégedett vagy Ancsa barátságával? Örülsz, hogy megismerted őt? Mit gondolsz arra, ki jobban lesztek? És ott lesztek még egymás esküvőjén is? Hogyan találsz? Szóval, elégedett vagyok teljes mértékben. Csak néha az agyom. Bármi. Igen, örülök, hogy megismertem őt, különben most itt se lennénk, és nem is lenne Anett és Ancsa meg semmi. Hát muszáj örökké jóban lenni, mert menni kell az Anett és Ancsának. Igen, tudjátok, csak azért vagyunk barátok, ja, mert hogy az Anett és Ancsa meg a pénz, el ne higgyétek. És esküvő, hú, lesz nekünk olyan? Az mi? Az... Ó, én tuti, Anettnek tuti lesz pár esküvője, és hogy mindig azért fogok elmenni, mert van kaja. És degeszre fogom zabálni magam, és mindig kérdezem, hogy... Hozzá hiszem, hogy meghívlak. Tudni fogom, hogy csak azért jön el, mert van kaja. Ha megszíz, ha nem, akkor is ott leszek. Szóval te mondani. Elbújik a tortába. Terveztek majd olyat, mint... Ha befogulnál. Ja, hogy ellátogattok egy nézőhöz. Egyszer majd beadjuk, hogy bekapunk. Szia! Jézusom, hogy te megijedne. Hány évesen volt az első csókotok? Van barátotok? És miért vagytok ilyen szépek? A szépség az genetika. Meg egy pár vakolat. Nem, amúgy nem. Szóval, nekem 14 évesen volt. Igen. Nekem... 16 évesen volt. És nincs barátunk. Nincs. Szerintetek létezik fiú-lány barátság? Volt már olyan, amikor egy-két hétig nem is szóltok egymáshoz? Létezik. Létezik. Szerintünk fiú-lány barátság. Nem volt még. Nem. Hát különben videó se lett volna. Nem, mindig beszélünk azért, de volt olyan, hogy egy-két napig nem beszélgettünk. De így... Nem. Nekem ott lenne a kérdésem, hogy mi az állammunkátok, milyen állást tudtok elképzelni magatoknak? Ez. Ez így a YouTube, meg
így az azon belüli dolgok, ezek a felkeresések, meg ilyesmi, nem? Hát így minden, amit most csinálunk konkrétan. De annyira lennék szemétlapátoló is. Én meg pizza futár. Hát, ha kapnék ingyen pizzát. Ma mire kiviszed, de megeszed, basszus. Mit tennétek, ha egy pasi mind a kettőtöknek flörtölne, és kiderül, hogy ugyanazzal a fiúval vagytok? Ilyen biztos, hogy nem lesz, mert mindent kibeszélünk. Mert mindent megbeszélünk, ugye? És teljesen más a fiú ideálunk. Ritka, hogyha ugyanazt tetszik. De hogyha lenne ilyen, akkor természetesen a fiút küldenénk el. Persze, mert hát... Ne arad már a lábam! Bocsi. Anette, az osztályokból tetszik valaki? A Béla. Az ki? Nem, senki, Jézusom, osztálytárs. Szóval, Polla, hogy lett a neve Ancsa? 10 feliratkozó. Úgy lett a nevem Ancsa, hogy ezt már... Nagyon feje. Ezt már 6 milliószor elmondtam, de elmondom akkor még 6 millió... Egy egyszer. Hogy úgy lett a nevem az, hogy Anettel gondolkodtunk, hogy ugye mi legyen a nevünk, és valami jó kellett volna, és az Anett és Polla nekünk ilyen fura volt, ezért így az Anetthez valami hasonló nevet akartunk volna, és akkor lett így az Ancsa, és akkor Anett is Ancsa, meg így sokkal jobb, és akkor legyen Ancsa. Ennyi. Ne kérdezzétek meg. Igen, volt, ezt akartam. És mi? Anett, Ancsa, nektek ki a példaképetek, meg ki a nektek a legjobb videós? Magatokon kívül olyan nincs. Nem. Hát a példaképünk, mármint videós, nem tudom. Talán nekem Markiplier is a kedvenc videósom, meg ő, meg a Kálai csapat. No reklám. A rágja a lábam a lábam. Mi? Azóta rágja a lábam a lábam. Szóval a húsi a lábam, hogy... Leköptöm a számot. Nekem példakép... edzésterén van, meg ennyi. Okay. S kedvenc videós, vagy legjobb videós, aha, szerintem magunkon kívül. Fogalmam sincs. Sok videós szeretek. Szerintem úgymond legjobb videós, hát én nem tudom, de így itt a magyar youtuberek között szerintem, aki meg is érdemli azt a sok feliratkozót és jó videó is vannak, az a Lucky. Én őt így nagyon szeretem. És süt a nap! Girám! Megvilágosodtunk. Süt! Mi volt a legjobb élményetek? Csináltok majd valamikor élő videót a csatornára? Hát a legjobb élményünk, vagy én? Élményünk? Közös? Nem tudom. Van olyan? Csígyszerettem. Nem, amúgy minden nap van valami, ami poén. Igen. De így leges legjobb talán, mikor meglett a 100 000. Ja. Majd amikor meglesz a 200, az még jobb lesz. Hát nem tudom. Tervezünk, de még nem most. Az ja. Biztos. Ha Deadpoolnak levágják a fejét, akkor a fejéhez nő vissza a teste, vagy a testéhez a feje? Így kell klónozni. Miért ilyen rövidek mostanában a videók? Az attól függ, hogy kinek mi számít rövid. Szerintünk egy 10 perces videó egyáltalán nem rövid. Mert lehet nektek az, de nekünk nem, mert egyszerre több videót is veszünk föl, és nincs idő. Úgyhogy ne legyetek, légy szíves, telhetetlenek, mert tényleg egy 10 perces videó is igényt vesz és időt. Pontosan. Tudom, hogy a suli miatt, de régebben a suliban is sokkal hosszabbak voltak. Az régen volt, mert régen nem voltak olyan dolgaink, mint most. Szóval most már egy csomó új dolog bejött, mást is kell csinálnunk, úgyhogy egyáltalán nincs így idő. 20-asra. Régen csak Minecraft volt. Meg régen ugye az más volt. Jó, akkor meg sem vágtuk, csak jó van, mert így. Jézusom. Polla, te ha idősebb leszel, akkor szeretnél tetkót? Igen, már tervbe vannak, már nézegettem őket, úgyhogy igen, lesz majd. Anett, miért mondtad azt az egyik vidibe, hogy nem tudsz sminkelni? Szerintem az hülye, aki azt mondja, hogy Anett nem szép. Köszönöm szépen. Hát nem tudom, azért ahhoz képest, amilyen tök jó sminkesek vannak, én olyat nem tudok csinálni, én megelégszem ezzel. De amúgy igazából nem is kell annyira hűde, csak nem, csak alapozó, ami nekem korrektor, mi az?
Púder, szempíra spirál, meg izé. Mi a neve? Anya. Labelló. Mikor alszotok el? Ez változó amúgy, mert hogyha nagyon sokat beszélek, mondjuk a Tinggel, vagy valami, meg volt ma olyan, hogy telefonáltunk, és én bealudtam telefonálás közben, és ott beszélt hozzám elvileg, de én már aludtam. Úgyhogy ja. Ez ilyen 10-11, de valamikor éjfél után is lepekszek. Igen, attól függ, mennyire vagyunk fáradtok. Például tegnap, miután hazaértünk erről a fotózásról, hát én olyan hullafáradt vagyok, szerintem 10-kor már bealudtam. Vagy 11-kor, ja. Hol laktok, könnyű bejutni a kerítéseteken? Nem, mert ilyen rohadt nagy ilyen börtönrácsos kerítésünk van, és ráz is, úgyhogy nem tudjátok megfogni, és este még riasztó is van, meg még 60 kutya démon mellett, úgyhogy nem. Igen, pontosan. Be vagyunk védve. Meg még biztonsági őrök is vannak, akik éjszakai járnak fegyverrel a ház körül. Pontosan. Meg néha helikopteres ellenőrzés is van. Jó. Nehogy a YouTube díj is sértett legyen. Igen, az be van rakva szépbe. Egy ilyen szépbe, és le van kódolva, és az is kutya van mellette, biztonsági, úgyhogy teljes védelem alatt van minden. És még mielőtt elköszönnénk, bekerült egy új minta a videós boltba, úgyhogy lessétek meg, mert ez egy olyan minta lenne, ami ilyen kis egyszerűbb, de már a fiúk is valószínűleg tudnak vásárolni jobban, és így próbáltuk figyelni is, hogy ilyet tudjuk tervezni, úgyhogy van most új minta, úgyhogy lehet olyat is venni. És hogyha ilyet vettek, és hogyha ilyet vesztek, akkor kaptok hozzá ilyen kis kártyát, amit természetesen aláírunk bármikor, hogyha elhozzátok magasokkal. Bizza! Ja, és holnap találkozunk 20-án a Kampónában. Na hát akkor ennyi lett volna mára, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!